A magyar hertelendi hittantáborban zenével, játékos foglalkozásokkal és meghitt beszélgetésekkel kínáltak tartalmas kikapcsolódási lehetőséget komlói iskolák alsós diákjainak, közben mélyebb hitbeli kérdésekbe is bevezették őket. Nagyon jó csapatban tudunk dolgozni, tehát a közösséget, a csoportmunkát erősítettük ezzel, megtanulunk alkalmazkodni, a hitbeli hitükben is elmélyülnek, egy kis hittanismerettel is gazdagabbak lesznek, mélyül a tudásuk az iskolai tanévben tanultak alapján is. A rendkívüli szent év kapcsán a hittantábornak is központi témája volt az irgalmasság. A jó pásztor, a tékozló fiú, vagy épp az irgalmas szamaritánus története által, valamint a kapcsolódó foglalkozásokon keresztül is az irgalmas szeretet lényegét érthették meg a gyerekek. Elkap egy bárányt a farkas például, a béres meg jó étvágyat kívánni, és elfut. És a jó pásztor? A jó pásztor megvéd és elkergeti a farkas például. Akkor ki a jó és ki a rossz? A jó pásztor a jó, és a rossz meg a béres. Ki mondta meg? Szuper, így van, mert Jézus megváltott. Ezért van reményünk, és ezért aranyosabbunk már. A hitoktatók szerint már a legkisebbek is gyakran kerülnek olyan élethelyzetekbe, amikor felismerhetik, egymással szemben is irgalmasnak kell lenniük. Ezt segítik megérteni az evangéliumi példabeszédek. Nagyon fontos, hogy ezt a szemléletmódot már kiskorba átérezzük, és a tábor erre nagyon jó alkalom, mert bizony vannak konfliktusok. Itt is hiába hittantábor, ki ezt szeretné, ki azt szeretné, sőt inkább akarja, meg követeli, és meg kell tanulnunk alkalmazkodni, észrevenni a másik vágyait, vagy szomorúságát, vagy örömét, együtt érezni, együtt örülni vele. Július 10-e és 13-a között 25 kisdiákkal foglalkoztak a hertelendi hittantáborban. A Pécsi Egyházmegye a nyár folyamán még számos hasonló táborba várja őket.